köszöntjük Önöket, és köszönjük, hogy itt vannak. És akkor Lászlót arra kérem, hogy a megbeszéltek szerint egy pár verset a kötetből, ha felolvasnál, esetleg így kezdésnek, így alaphangnak. Nagyon szívesen, nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit, és mielőtt ezekből a riportversekből felolvasnék, hadd köszönjem meg Feri bácsinak, hogy eljött. Nem kell szabadkozni, ez számomra végtelenül megtisztelő. 2011-ben én már voltam ebben a teremben, és pont Feri bácsit köszöntöttük 75. születésnapja alkalmából. Még most is tudom a verset, hogyha megengedik, akkor elmondom. Egy kis rondóféle a 75 éves Buda Ferencnek, ami így hangzik, hogy remélem tudom, Buda Ferenc ma 75 lett, vagy legalábbis ezt beszélik, Csíkszeredától Kecskemétig. Tőlem szoborformát is ölthet, és ünnepelhetik egy évig, akkor se hiszem, hogy 75 lett. Szerintem ez csak furcsa ötlet, nem, huncut ötlet, hogy eljöhessünk Kecskemétig, és hallgathassuk őt egy évig, hisz oly nagyon szeretjük őtet, és így az se baj, ha 75 lett. Akkor ezt a verset szavaltam el, és nyilván nagy-nagy köszönettel tartozom Füzi Lacióknak, az egész Forrás szerkesztőségnek. Egy kis lelkiismert furdalásom is van, mindig kitüntetett szeretettel vesznek körül, és nem tudom, hogy megérdemlem-e. Egy alkalommal Gyergyószárhegyen említette nekem Füzi Laci, hogy Baka István egy idő után megunta, hogy folyton kézirat miatt zaklatja őt a főszerkesztő, és azt mondta, hogy ne izgulj, ha lesz, küldök, és minden évbe küldök a Forrásnak. És akkor én azt mondtam Füzi Lacinak, hogy nem mintha én Baka István volnék, ments Isten, de én is akkor, ha csak egy mód van rá, akkor küldök a Forrásnak. Ennek az ígéretemnek nem mindig tudtam eleget tenni. Volt egy olyan periódus épp a Székelyföld főszerkesztése miatt, amikor hát viszonylag keveset írtam, adminisztráció meg mindenféle más marhaság elvitte az időmet, utáltam is rendesen. Na, hát ennyi rövid bevezető lett volna, és akkor kettő verset olvasok fel. 8554. Be akarják tiltani a telejóslást, mert sok ember téveszt meg. Olvasod az újságban. Volt rá eset, hogy te is, egyszer például egészen pontosan a szökőéveket is számolva, 8554 nappal ezelőtt te is megtévedtél, igaz nem a telejóslás miatt, menj haza, még meghalsz itt nekem, ordítja a főnök, túlharsogva a betonkeverőket, azóta se láttál olyan rohammunkát, sietni kell, a rendőrség mellett betonoztok Szentendrén, munkavállalásia viszont csak TP-nek van, bekapcsolod otthon a tévét, kikapcsolni már nincs erőd, évekkel később Dunaföldváron ugyanígy megtévedsz majd, igaz nem a telejóslás miatt, hanem a kagyló lehetett romlott a spagettiben, aztán itthon is, itthon már mentő kell, ijesztő tüneteket tud produkálni a szervezet, ha véletlenül megtéved, sietni kell, kalciumot a vénába, ahogy akkor Szentendrén betont a kofrácsba, nézted BG TV-jét, kikapcsolni már nem volt erőd, akkor láttál először távjóst, most meg azt olvasod, hogy a kereszténydemokraták be akarják tiltani a telejósdákat, pedig ha valakik, ők igazán tudhatnák, hogy úgyis kimaradnak az ebek, a bűvös bájosok, a paráznák, a gyilkosok, a bálványimádók, és aki szereti és szólja a hazugságot, legalábbis a János jelenései szerint, reméled jól számoltál, nem szeretnéd, ha hazugságon kapnának, inkább újra számolod, nem tévedtél, tényleg 8554 napja volt. És akkor még egy másik. Boldog ízek.
Nem pont ezek a legboldogabb ízek, mondja 7 éves fiad a konyhában, valami nem szeretem étel mellett üldögél, van így néha, hogy beletrafál a közepébe, te éppen Szentendrével és a Parizerrel kínlódsz, 86-ban udvarhelyen bent lakó diákként a megylevest, 96-ban Szentendrén fekete munkásként a Parizert utáltad meg egy életre, zsömle, Parizer és zacskós kakaó, 28 napig zsömle, Parizer és zacskós kakaó ebédre, aztán azok a boldog lövétei ízek a 29. napon, rokonlátogatás vecsésen, tyúkhúsleves, pedig 5 évvel korábban szinte megutáltad a tyúkot is, Nagy Solymosról B.A. esküvőjéről jövet eltévedtél Héjas falván a kukoricásban, muszáj volt fölérned udvarhelyre a hajnali székelygőzössel, de eltévedtél részegen a kukoricásban, nem találtad a vasútállomást, bekopogtál az egyetlen kivilágított házba, tyúkot koppasztottak éppen, hajnali 3-kor, azok a rémült tekintetek, köszöntél illedelmesen, már amennyire illedelmes tud lenni egy részeg ember, mondtad, hogy a Héjasfalvi vasútállomást keresed, azt a megkönnyebbülést, hogy nem a tyúkot, hanem csak a Héjasfalvi vasútállomást keresed, és azt a megkönnyebbülést meg is ölhettek volna, mint Petőfi Tamott a szomszédban, gondoltad másnaposan, már a vonaton, úton a lövétei tyúkhúsleves felé. Könyvbemutatón és kritikában nem elegáns dolog a fülszöveggel jönni, viszont szerintem akkor megengedhető, hogyha vagy az író saját maga írta, vagy tőle idéznek, nem pedig kiadói szakember vagy pályatárs írta. És az esetben ugye itt van a fülszöveg, az, vagy hát a fülön van egy szöveg, amit te nyilatkoztál alig, hanem egy interjúban, és ugye ez úgy szól, hogy nem olvasom fel az egészet, de írott, hogy tartoztam ezzel a könyvvel magamnak is, a népes rokonságnak is, erről majd még beszélünk. De legalább ennyire izgalmas volt a kérdés, hogy ezekbe a csontszáraz riportokba, idézőjelben riportokba, vajon sikerül-e annyi vért, érzelmet, lelket diktálni, hogy megmozduljanak és versként kezdjenek el viselkedni. Szóval az első kérdésem az arra vonatkozik, hogy ez szerint tehát volt egy alapanyagod, egy mondjuk egy ilyen riportszerű száraz szöveg, amit aztán versé formáltál, vagy tehát volt egy alapod, amit annak idején lejegyeztél, vagy ez abszolút, ezek új szövegek és az évek során keletkeztek? Leírt szöveg nem volt, és olyan írott szöveg nem volt, amiből dolgoztam volna. Tapasztalati anyag és élményanyag volt. Egy része ezeknek a kis történeteknek nyilván velem esett meg. Egyetemistaként egy-egy hónapot én is dolgoztam fekete munkásként Magyarországon, és ezeket kellett nekem kiírnom magamból, úgy éreztem, hogy tényleg kellett. Nyomasztott valamiért ez az egész történet engem, azóta is nyomaszt, bár eldöntöttem, hogy nem lesz ennek folytatása, de mindenképpen megkönnyebbültem, amikor lezárult bennem ez a történet, oly módon nyilván, hogy kiírtam magamból. És akkor itt lehet azon gondolkodni, hogy az irodalmat szabad-e ilyen pszichológiai célra használni. Vannak is viták ennek kapcsán, hogy meggyalázzuk-e az irodalmat, hogyha lealacsonyítjuk ilyen szintre, de szerintem az irodalom mindent kibír, a nyelv mindent kibír, ezért is szeretjük annyira ezt a szakmát. Bármilyen célra föl lehet használni, rosszra is sajnos, de nekem mindenképpen jót tett, és mondom ezt annak fényében, hogy ugye a két szék között kapcsán én ezt egyszer már kipróbáltam. Akkor is egyféle fajta élményanyagtól, tapasztalati anyagtól szabadulnom kellett, és nekem határozottan jót tett, amikor a papír előtt kínlódtam, és a nyelvvel kínlódtam. A Balázs Imre József írt egy 10 mondatos kritikát a könyvedről, és akkor ő írja ebben, hogy
a Székelyföld titkos története a rendszerváltás után a fekete munkásoké, a Pestre induló buszoké, 30 naponként újabb pecséttel járó folyamat volt ez az útlevelekben, ugye ezt örökíti meg a borító. Na most a mondjuk a fiatalabbak kedvéért, mondjuk akár az én kedvemért is, mert ugye én is tehát gyerek voltam a 90-es években, mi az, ami elmondható erről a, tehát erről a pecsételős dologról, tehát hogy mi gyakorlatilag, szóval, hogy ez miért volt, tehát vissza kellett menni, tehát mindig 30 napra meg kellett újítani a pecsétet, vagy ez hogy volt ez a gyakorlat? Hát természetesen, akinek nem volt munkavállalási engedélye, az turista vízummal lépte át a határt, ami 30 napra volt érvényes. Uh-huh. Tehát utána, hogyha elkapták, vagy igazoltatták, mit keresel te itt, és akkor folyamatosan meg kellett újítani ezt a pecsétet. Ez általában azzal járt, ugye, hogy a székelyek nem mentek haza, nagyon messze van, nektek is panaszkodtam ma, hogy milyen messze van Csík, de hát Lövéte legalább annyira messze van Pestől Magyarországtól, tehát általában azt csinálták, hogy vagy Szerbia felé, vagy Románia felé, vagy Szlovákia felé átlépték a határt, megittak egy kávét, aztán jöttek vissza, és újabb pecsétet kaptak az útlevelükbe, és akkor nem kellett hazamenni, meg egy csomó időt fölöslegesen elpocsékolni utazásra, mifenére. És ugye miért dolgozik feketén, egyáltalán miért dolgozik az ember ilyen méltatlan körülmények között? Hát azért, mert kellett a pénz. Tehát Romániában a 90-es évek elején bődületes infláció volt. Aki elveszítette a munkáját, már pedig elég sokan elveszítették, ugye bezártak a gyárak, ez szerintem itt is ismerős ez a történet, annak mozdulnia kellett valamerre, hogyha a családnak enni akart adni. Tehát luxus volt két teljes napot elpocsékolni oda, meg hogyha hazamegy az ember, akkor otthon is marad egy kicsit. Itt meg tényleg pénz kellett, és ez volt a legegyszerűbb módja. Azt még hozzátenném, hogy mármint a borítóról lévén szó, hogy köszönettel tartozom a kiadónak, gyakorlatilag mindenféle kérésemet, óhajomat teljesítették, ezt a borítóképet is én küldtem nekik, és mondtam, hogy szeretném, hogyha ez lenne a borító, meg a fűszöveget is nyilván én írtam, tehát nem idézett interjúból, hanem eleve el akartam mondani, hogy mit is akartam én ezzel a könyvvel, és tényleg csont nélkül elfogadta a kiadó ezeket a javaslatokat, hogyha hozzáírtam, bár azt hiszem, hogy csak először, amikor elküldtem, akkor azt mondta, hogy na jó, jön a könyv, és amikor még úgy éreztem, hogy kell két vers, akkor arra is simán rábólintott, és azt mondta, hogy minden további nélkül. Úgyhogy én tényleg csak köszönettel tartozom. Nem kellett sokat szerkeszteni, gyakorlatilag csak korrektúráztuk közösen a könyvet. Értem. Még egy kicsit itt a könyvnek a létrejötte körül időznék egy darabig. Az áprilisi forrásban, ami egyébként ma érkezett meg hozzánk, és tulajdonképpen ma jelent meg, igen, felhívom a közönség figyelmét, hogy majd vigyenek belőle, egészen friss, tehát olyannyira friss, hogy még tulajdonképpen meg se jelent, hanem hivatalosan majd csak holnap jelenik meg, és ebben van Lacinak egy új verscsokra, illetve egy hosszú interjú vele, a Borsodi L. László készítette, és ebben az interjúban többször is említesz egy úgynevezett ilyen egy ős fekete munkát. Tehát akkor ezek szerint akkor volt ennek egy ős változata, mint nem tudom, a Otliknál az iskolahatáronnak a továbbélőkje, vagy ez még meg is van esetleg egy ilyen ős változatod ebből, vagy ezt teljesen átdolgoztad? Hat vers készült el abból az ős fekete munkából, de gyakorlatilag ugyanúgy dolgoztam,
mint ennek, ennek a könyvnek a munkálatai során. Tehát ugye az eleve kész volt bennem már a 2000-es évek elején, amikor nekiálltam letisztázni magamban ezt az élményanyagot. Már akkor tudtam, hogy 30 napnak a története gyakorlatilag, csak nem találtam meg a se formát, se hangot, se nyelvet. Rímes ritmusos dupla szonettek voltak gyakorlatilag, azok az ősszövegek. Meg is jelentek, tehát hogyha valaki elkezd kajtatni az interneten, akkor megtalálja őket az Alföldbe, az Új Forrásba, meg még nem is tudom, hogy hol jelent meg ez a hat vers. Tehát nyilván régóta foglalkoztatott ez a téma, és egy kicsit menekülés is volt, azt hiszem. Az első két kötetem kapcsán azt mondták az okosok, hogy hát ez folytathatatlan nagyjából, tehát tőmondatokkal nem lehet berendezni egy költői világot, egy idő után ismételni fogom magam, és akkor azt mondtam, hogy na jó, akkor talán kezdjük előről az egész történetet, és akkor gondoltam én, mondom, a 2000-es évek elején, hogy a fekete munkával mindenképpen kezdenem kell valamit, csak aztán az abba maradt. A két szék között maradt abba, hogyha gondolod, akkor erről is ejthettünk egy pár szót, de szerintem fölösleges. A lényeg az, hogy volt valami, de azokat a szövegeket teljesen félretettem. Egy időben a kis ördög mind biztatott hátulról, hogy egy második függelékbe azokat is tegyem be a kötetbe, hogy lássa az olvasó, hogy honnan indult, miből lett mi. De szerintem fölösleges volt, vagy lett volna elbonyolítani a dolgot, hogyha jó a könyv, akkor így is meg kell tudnia védeni magát. A kötetnek az első verse, ugye annak az a címe, hogy Baráber szívi, tehát Baráber életrajz. Ugye ez egy érdekes fogalom. Ugye az az alcím, azt hiszem, hogy szócikk a magyar néprajzi lexikonból, és gyakorlatilag a versbe építve megmagyarázod, illetve megmagyarázza a versbeszélő, ha nagyon el akarok vonatkoztatni, hogy mi is ez a Baráber. És egy kicsit utána mentem, és egyébként szó szerint erről a rétegről, mondjuk akit Barábernek neveztek, erről utoljára egyébként Tömörkény írt, így, hogy Baráberek, de persze aztán a fekete munkásokról többen is. De arra akarom kiukadni, hogy ha jól értem, akkor azért ennek a könyvnek az írására készülve némileg az ilyen történelmi, társadalmi, társadalomtörténeti hátterét vagy vetületeit is megnézted ezeknek a dolgoknak, vagy nem? Nem jól értem? Az egy dolog, hogy poétikailag persze földolgoztam. Nem olvastam utána, meg nem is tudtam erről a Tömörkény dologról. Ennek van egy története, hogy egyáltalán hogy jött szembe velem ez a Baráber. Nem is, talán 2017-ben vagy 2018-ban Marosvásáron a könyvásáron diskuráltam Tolnai Ottóval, és mondta, hogy évek óta keresi Áprilinak egy természetleíró kis verses könyvét. Én azt megvettem Csíkba, szerencsére megtaláltam az antikváriumban, de hát mielőtt elpostáztam volna neki, nyilván elolvastam a verseket, és akkor az egyik versben, ugye ez mottóként szerepel is, hogy a Baráber CV című versben jött szembe ez, hogy mármint ugye Áprilia az édesapjáról emlékezik meg, aki fönn a havasokban könyvelőként dolgozott famunkások meg baráberek társaságában, és fogalmam nem volt, hogy mi ez a Baráber,
és megnéztem a néprajzi lexikonba, ugye, és az a leírás, az a szócikk annyira megtetszett nekem, hogy azt mondtam, hogy ez nekem feltétlenül kell. Korábban egy másik verset szántam kötetnyitó darabként, az aztán teljesen ki is maradt a kötetből. Talán említem Borsodinak is, hogy valamelyik szép versekben benne van, de mondom, nem passzott. Azt ne kérdezd, hogy miért, de ez általában ilyen megérzéses dolog, ejsze, vagy szerintem nem tudom, hogy miért pont ez kerül kötetnyitó versként. Lehet, hogy a másik szebb, de szerintem erősebb, vagy nekem úgy tűnt, hogy kötetindító versként egy alaphang leütéseként jobban funkcionál. Nem tudom, esetleg felolvasod ezt, hogy értsük egy kicsit ezt a Baráber dolgot? Nem kötelező, de hát tényleg hozzá kell tenni, hogy ezt nem én írtam, hanem ez egy szócikk. Csak hát egy kicsit belepiszkáltam nyilván. Szóval így hangzik, igen, a motto, a társasága lompos famunkás és zordon Baráber, ugye, ahogy mondtam, Ápril Lajos az édesapjáról emlékezik meg. Nevünk valószínűleg a népies német Bauraber, vagyis építkezéseken dolgozó hitvány alakszóból származik, de neveztek már minket építőipari idénymunkákon dolgozó szakképzetlen lumpenproletároknak is. Fene se tud kiigazodni, de egyesek szerint a Baráber vagy Barábel szó százvalahány éve került az építőipari vendégmunkásság nyelvébe, legutóbb már ügyes, mindenre vállalkozó vándormunkás értelemben. Ismertek vagyunk az út, vasút és hídépítő munkások, sok esetben a bányászok, sőt a nagyüzemi munkások körében is, de leggyakrabban a kubikosok emlegetnek. Nem hallgathatjuk el, hogy nevünk általában a vegyes vagy bizonytalan nemzetiségű, otthontalan, családtól, rokonságtól elszakadt, örökké vándorló férfit is jelöl, aki olykor szakképzett munkás, többnyire azonban mindenféle segédmunkára vállalkozik, így kubikolásra is. Jobb, ha tőlünk tudja a tisztelt művezető úr, hogy a Baráberek deklasszált munkásokból, kivételesen elzüllött értelmiségiekből kerülnek ki, sok köztünk a külföldi, illetve idegen. Szokták mondani, hogy a többi rendes munkástól általában elkülönülünk, mert utóbbiak sok tréfát követnek el a mi rovásunkra, pedig amíg dolgozzunk, munkánk ellen nincs sok kifogás, maradunk tisztelettel, stb. Megjegyzés. Mivel fényképes önéletrajzot nem áll módunkban küldeni, arra kérjük tisztelt művezető urat, hogy lapozza fel Kornis Péter a vendégmunkás, vagy Sebastião Salgado Workers című fotóalbumát. Ha jól figyel a tisztelt művezető úr, minket is látni fog a képeken. A Salgado úr csak annyit, hogy tényleg ez a Munkások című albuma gyönyörű. Nekem a feleségem nővére elhozta New Yorkból, és mennyire érdekes, hogy nézzék meg különben feltétlenül, holnap után nyílik egy Bosch kiállítás Pesten. Nekem van egy ismerősöm a Szépművészeti Múzeumban, és mielőtt ma reggel jöttem volna Kecskemétre, körbe vitt a Bosch kiállításon, és ott is szerepel egy Salgado fotó, tehát a poklok pokla maga az a fotó, ahogy a földet, mint a hangyák, nem tudom, nagyon jó lenne, hogyha ide, itt most látnánk valahol, de tényleg legalább annyira pokoli a fotó története, témája, mint egy Bosch festmény. És ha már ezeknél a fotóknál tartunk, ezek valamiképpen segítettek neked a visszahelyezkedésben, vagy ezeket már a megírás után láttad, vagy a folyamat közben? Hát sokat lapoztam meg Kornis Péternek a Vendégmunkás című, szerintem úgy zseniális az a fotóregény, ahogy van. Ő ugye többször is elmondta, hogy 10 éven keresztül fotózott
egy munkást, aki nem tudom, valahol nét vidékről járt Pestre, de aztán annyira összebarátkoztak, hogy már beengedte a lakásába, meg mindenféle, úgyhogy hát, hogy mennyire segített, nyilván más műfajukról van szó, de annyiban segített, hogy elhitette velem, hogy bátornak kell lenni, és tényleg nyugodtan és minden további nélkül meg kell keresni azt a hangot, azt a nyelvet, ami a leginkább passzol egy ilyen témához. Sokat lapoztam, így nem tudnám megfogalmazni, hogy miben segít, de biztos, hogy segített. Persze, nem is úgy értettem, nem ilyen direkt módon értettem, hogy nem tudom, nézegetted a képeket, és akkor utána hirtelen le tudtál írni egy verset, hanem mondjuk, nem tudom, olyan értelemben, ahogy mondjuk az Orovecz Imre szokta nyilatkozni, hogy neki nagyon segített mondjuk, amikor a hopi indiánoknak a kultúrájával szembesült az Egyesült Államokban, és akkor úgy talált vissza a saját szajlai paraszti gyökerei, ez csak ilyen átvitt értelemben értettem. Ugye a könyv, kicsit közelítve a versekhez, a felépítése az ugye nagyjából úgy néz ki, hogy ugye vannak ezek a szabad versek, ezek a önálló címmel rendelkező hosszabb darabok, és közben ékelődik ugye 26 darab vinyetta, amik általában az én értelmezésem szerint ilyen monológ-szerű, vagy ilyen szerepvers-szerű darabok. Illetve hát ugye a szabad versek között is van még egy-kettő között összefüggés olyan szempontból, hogy van egy ilyen tanulmányfej sorozat is, ami meg ugye József Attilára rímel, vagy ha nem onnan inspirálódik. Na most a kicsit még az élményanyagodra kérdeznék rá ennek kapcsán. Ugye egyfelől ugye nyilvánvaló, hogy van egy saját élményanyagod, aztán van, ha jól értem, akkor van egy élményanyag, ami mondjuk az édesapától jött, vagy jöhetett volna, nem tudom, meg nem derül ki a szövegből sem, és van egy mintha mások élményanyaga olyan értelemben, hogy a vinyetták, akik beszélnek, azok szerintem nem azonosíthatóak azzal, aki a többiben megszólal. Szóval, hogy és akkor ennek kapcsán a vinyettákra kérdeznék rá tőled, hogy ezeket az emlékezeted őrizte meg, vagy ezek hogyan alakultak, ezek az érdekes monológok, amik szerintem fekete munkás alakoknak a monológiai. Igen, jól látod, nekem semmi közöm azokhoz, ezek tényleg riportszövegek. Nekem csak annyi dolgom volt, hogy lejegyzem őket. Gyakorlatilag tényleg szó szerinti idézetek, és általában kocsmába kaptam el ezeket a kis monológokat. Volt úgy, hogy én provokáltam ki a beszélgetést az illetőből. Mit tudom én, ültem Csíkszentdomokoson egy falusi kocsmába, én ugye ott lakom, és akkor, hogyha jött egy ismerős, na, szevasz, hogy vagy, mit csinálsz, akkor elmondtam neki, hogy épp mivel kínlódok, és hogy én is dolgoztam fekete munkásként, és akkor ebből akarok én valamit kihozni versként. És általában az volt a reakció, hogy hát én annyit tudnék mesélni. És akkor mondtam, hogy tessék, itt van az alkalom, és volt tényleg olyan közös ivászat, ami nem feltétlenül végződött nagy-nagy lerészegedéssel, de az is előfordult, szóval, hogy mondom, volt olyan beszélgetés, hogy két-három ilyen kis vinyettát is meg tudtam írni egy olyan beszélgetés alapján. Hogy ezek miért kerültek be, annak kétféle oka is van. Egyrészt én ugye MMA ösztöndíjas voltam, és oda nyújtottam be ezt a pályázatot, ezt az elképzelést, hogy én ezt a könyvet meg fogom írni, és ott meg az is szerepelt, hogy lesznek riportszövegek.
vagy riportozni fogok én egykori fekete munkásokkal. Na szerencsére nem kellett egy külön riport kötetet, viszont úgy menet közben rájöttem, hogy Jézusom, ez lehet egyfajta, hogyha el nem cseszem, lehet egyfajta tőkesúly is a kötetbe, ami tényleg nem engedi majd, hogy esetleg az én saját szubjektív ömlengéseim, stb. Elvigyék egy irányba, vagy hogy teljesen félrecsúszson. Tehát ott háttéranyagként, vagy ismétlen magam tőkesúlyként, ez kiválóan funkcionálhat. Egyféle, egyetemen szoktuk mi ezt használni, hogy referenciális síkként, ugye, hogy tényleg van valóság alapja ennek az egésznek, hogyha az én saját élményeim ezt nem tudnák elhitetni az olvasóval, és szerintem működik, vagy én nem bántam meg semmiképp, hogy ezeket is használom. Szerintem is működik, abszolút. Hát akkor tulajdonképpen mégiscsak olyan, mintha valami ilyen sajátos gyűjtő munkát azért akkor ezek szerint végeztél. Tehát, hogyne, feltétlenül, meg tényleg, hogyha hazamentem Lövétérre és találkoztam olyan régi osztálytársakkal, vagy akár kortársakkal, akikről tudtam, hogy biztos, hogy éveken át dolgoztak feketén Magyarországon, akkor és meghívtam egy sörre, vagy ilyesmi, és akkor, hogy mikor érné rá, hogy dumáljunk egy kicsit ezekről a dolgokról, és akkor úgy egy sör mellett is kibukott belőle feltétlenül egy ilyen történet. Tehát például a Mélyik út, az gyakorlatilag egy hosszú vinyetta, csak nem dőlt el van szedve, mert úgy éreztem, hogy ez akár saját élményként is, ugye hazaindulás előtt ott a buszállomáson hangzik el ez a szöveg, saját élmény anyagon alapuló versként is eladható a kötetben. Természetesen nem folytattam, tehát én nem vagyok néprajzos, az egy külön szakma, hogy dugod oda az adatközlő orra alá a mikrofont, vagy hogy kapcsolod be a gépet, mert általában begörcsölnek. Tehát ezt meg kell tanulni, és állítólag tanítják is. Én nem voltam néprajzos, de ezt állítólag tanítják, hogy kell egyáltalán gyűjtőútra indulni, hogy férkőzöl az illetőnek a bizalmába, hogy hajlandó legyen megszólalni, mert hogyha sör mellett dumáltok, az teljesen más, mint hogyha meglátja a bekapcsolt gépet, és akkor rögtön elkezd cizelláltan fogalmazni, holott nem áll jó neki, stb. Tehát sokkal hitelesebb és őszintébb, hogyha csak úgy élőszóban csinálják. Szóval, hogy én beígértem nekik, az egykori kollégáknak, hogy na majd egyszer üljünk le, és akkor, és meg is ígérték általában, hogy persze, de nem mertem belevágni egy ilyen hosszabb és komolyabb gyűjtési történetbe. Nekem a feleségem történetesen néprajzos, úgyhogy tudom, hogy miről beszél. Szóval tényleg meg jártam vele gyűjtőutakon, és ott mindig van valami óhatatlan distancia, persze, ez a magából a szituációból fakad, viszont akkor neked itt tulajdonképpen nem azt mondom, hogy könnyű dolgod volt, hanem hogy volt egy ilyen sajátosan jó pozíciód abból a szempontból, hogy egyrészt te magad is dolgoztál fekete munkásként, másrészt pedig az atyafiaiddal kellett beszélgetned, tehát akkor végül is volt egy ilyen kitüntetett pozíciód, amivel könnyen szót tudtál érteni. Feltétlenül, és hogyha nem hangzik hülyén, akkor tényleg szerencsém volt ebből a szempontból. De hát ez még mindig nem jelentett semmit. Tehát ebből azért valamilyen úton módon irodalmat kellett, vagy kellett volna csinálni. Tehát ez csak a szociológiai része, ugye? És csak egyféle olvasata a könyvnek. Engem meg, hát ugye verseket írogató emberként, főleg az érdekel, hogy
hogy a nyelvnek melyik rétege az, ami működésbe tudja hozni ezt a világot, milyen hang talál hozzá, és nem tudom, hogy végül is jó lett-e, vagy jól választottam-e, az viszont tény, hogy akik olvasták, azok szeretik. Tehát olyanok is, akik mondjuk az előző köteteimet, mit tudom én, túl irodalminak találták, vagy ők nyilván főleg a kötetben lévő szociológiai vagy szociográfiai réteg miatt becsülik, hogy na végre ezt is megírta valaki, de mondom, hogy tetszett nekik, az, hogyha nem is tudatosul bennük, de szerintem az irodalom miatt is tetszik nekik. Vagy legalábbis ezzel álltatom magam. Most fölteszek egy kérdést. Lehetséges-e egyáltalán objektív irodalmi visszaemlékezés, vagy minden emlék átalakul, mihelyt irodalom már transponálódik? Ez ugye tőled van, ez az idézet, ez az egyik versben található. Most ez így gonosz, de... Igen, ennek megvan a története. Van egy Minimum Party nevű összművészeti tábor, de már nagyon-nagyon sok éves. Székelyföldön a Kászonokban gyűlnek össze válogatott cigányregények, filmesek, költők, képzőművészek, zenészek, szóval mindenki. Sátorba kell lakni, víz nincs, mármint ott folyik el egy patak, de ott kell mosakodni, meg mindenféle. Van egy csűr, és általában ott zajlik ez a, hát az egész eseménysor. Az esti nagy beszélgetések, vagy filmvetítések, generátor termeli az áramot, tehát teljesen egy ilyen világvégi és vadonban megrendezett összművészeti tábor, alkotótábor, és oda hívtak el engem, amikor 20 éves volt ez a tábor, és akkor nyilván mivel 20 évesek voltak, hát az emlék volt a témája, tehát a filmesek, zenészek, mindenkinek e téma kapcsán kellett valamit csinálni. És én szeminárium vezetőnek voltam ott fölkérve, és hát nyilván miről tarthat előadást, vagy miről beszélgethet a fiatalokkal az ember, hát vagy emlékiratirodalomról, vagy egyáltalán arról, hogy saját élményből hogy lesz működő irodalom. És határozottan emlékszem a listám egy részére. Például ugye nekem nagy-nagy kedvencem Iszák Bábel Lovas Hadseregen. És annak kapcsán megjelent Gereben Ágnes adta ki, tehát Bábel naplót vezetett, amíg zajlott ez a lengyel-szovjet háború. És ott nagyon, nagyon érdekes volt, és nagyon jól kikövetkeztethető volt, hogy egy bizonyos tapasztalati anyagból, magból végül mit csinált az író. Gyönyörűek, hogyha nem olvasták feltétlenül, vagy olvassák újra. Kegyetlenül szép könyv. Na, és akkor kellett írni ilyen bemutatkozó szöveget, vagy mi a nyavaját, és akkor fogalmaztam meg én ezt a gyalázatosan rossz és szégyellendő mondatot. Annyira rossz, hogy idéztem is itt az egyik versemben. Szerintem olvas még nekünk egy pár darabot, hogyha megkérdezlek. Ezt például? Akár. Igen, ez az első napról szólna, ugye, és akkor ebben a versben szerepel ez a Sanyi által is idézett mondat. Tájd. Az első nap. Milyen lehetett az első nap?
Ha megfeszülsz, sebész visszaemlékezni, milyen lehetett az első napot fekete munkásként. Nem arról van szó, hogy féltél, vagy ilyesmi, legalábbis remélet, hogy nem féltél. Nem azért törlődött minden, mert féltél, úgy általában egyetlen első napra se emlékszel, még gyermekeid első napjára se, ami persze nem csoda, mert nem akartál apás szülést, legalább ezt hagyjuk meg a nőknek, mondtad mentegetőzve. A világ legszebb misztériuma, legalább ebben ne kontárkodjunk bele, ne rontsuk el ezt is. Egyetlen első napodra se emlékszel, pedig most jól jönne. A jegyzetfüzetedben az szerepel, hogy ide jó lenne valamiféle teremtéstörténet. Mit láttál, hallottál első nap fekete munkásként? Ádám vajon emlékezette az első napjára? Bizsergette a bőre Isten kihűlő érintésétől, vagy csak nézelődött bambán? Egy alkalommal Kászonaltíz községben, a Tiszás patak tövénél, a minimumparti összművészeti táborban az emlékezetről papoltál, naplót vezettél, idézni is tudsz belőle, vajon melyik segédmunkás vezet naplót egy vagon azbeszt hullámpala kipakolása után, lehetséges-e egyáltalán objektív irodalmi visszaemlékezés, vagy minden emlék átalakul, mihelyt irodalommá transponálódik, kérdezted a Tiszáspatak tövénél, a minimumparti összművészeti táborban. Ma már a hideg is kiráz az ilyen okoskodásoktól, mert egyetlen első napodra sem emlékszel, nem emlékszel, mikor szedted az első gombát, nem emlékszel, mikor fogtad az első halat. Kedvenc fád a gyertyánfa, de nem emlékszel, mikor vágtátok ki apáddal harcsafűrésszel az első gyertyánfát. Ha megfeszülse, bírsz visszaemlékezni, milyen lehetett az első napot fekete munkásként. Tájd. Valamiért a tájd mosópor ugrik be, de ez még odafelé lehetett a buszon. Nem emlékszel, ki mondta, de valaki tájd mosóporral akarta meglepni az asszonyt. Kár, hogy a tájd nem tisztítja az emlékeket. Puma, Adidas, neonzöld vagy ciklámen színű cipőfűző, kvarcóra, ilyesmik jönnek elő. Teremtéstörténetnek első napnak egy kicsit kevés, világnak viszont ez is egyfajta világ. Köszönjük. Ugye említetted, hogy voltak olyan olvasók, akiknek ugye nagyon tetszett ez a könyv, és hogy a korábbiak esetleg nem annyira, mert hogy túl irodalmiasnak találhatták. Ugye ez azt hiszem, hogy összefügg azzal, vagy hát gondolom, hogy összefügg azzal, hogy a korábbi köteteidben, meg hát tulajdonképpen az egész pályádon egy ilyen erősen, nem tudom, formacentrikus költőnek mutatkozol, most, vagy ami szerintem tulajdonképpen normális, csak a mostani szabad vers áradó felhozatalban tűnhet úgy, hogy nem az, vagy hogy valami, nem tudom, konzervativizmus. Ugye Ekloga köteted is volt, és így tovább. Tehát, hogy ezért tűnhettek azok a kötetek számukra irodalmiasnak, viszont ugye ez a mostani könyv, ugye a Fekete Munka, ez azért alapvetően szabad verses formában íródott, és hát az lenne a kérdésem, hogy miért tűnt. Tehát, hogy mondtad, hogy az ős Fekete Munka az ugye ilyen dupla szonettek lettek volna, vagy azok is voltak, csak úgy nem találtad tulajdonképpen, nem tudom, működőképesnek egy köteten keresztül, vagy nem tudom, de javíts ki, ha rosszul mondom. És akkor, hogy ez a Fekete Munka miért ilyen lett? Tehát, hogy miért a szabad vers tűnt a legmegfelelőbb, legadekvátabb formának? Nekem van rá tippem, csak kérdezem, hogy... Mondd el, légy szíves! Mondjam el? Jó, hát szerintem én úgy gondolom, hogy ez az a világ, ami megképződik ebben a könyvben, szóval amit látunk, az egész, ehhez nem valahogy a forma, a feszítettség az nem, szerintem nem tudta volna érzékeltetni, vagy ábrázolni, és ledobta volna magáról. Nekem úgy tűnik, hogy ez a töredezett beszéd, az áradóbb, folyóbb szöveg, ami ehhez illik, nekem ez a megérzésem. Igen, köszönöm. Nekem csak annyi magyarázatom lehet, hogy ugye egy szonett azért mégiscsak hát ötös, hatod feles jambusok,
rímek vannak benne, meg mindenféle, és egy idő után úgy éreztem, hogy ez nem. Szóval ehhez a világhoz mégse passzol. Egy melós nem beszél jamusba, rímekbe, beszélhet, de az nagyon, nagyon kivételes eset. És addig gondolkoztam ezen a dolgon, hogy rendesen begörcsöltem ettől az egész történettől. Nem tudom, őszintén mondom, nem tudom, igazam van-e, de tényleg úgy éreztem, hogy nem lenne hiteles túl csinált lenne, túl... Persze, irodalmat kell csinálni, de nem úgy. Az, ahogy te mondtad, tényleg ledugta volna ez a téma magáról azt a formát, vagy azt a kabátot, elhasadt volna a háta, vagy lepattognak róla a gombok. Nem tudom, most ilyen metaforikusan, kínlódva metaforikusan valahogy próbálom eldadogni. Szóval az nem volt jó. Én legalábbis úgy éreztem, hogy nem az a megfelelő hang. Inkább ez a egy szuszra elmondott, ugye, gyakorlatilag itt majd, hogyha valaki majd kézbe veszi a könyvet, akkor látszik, hogy rengeteg sor meg van törve. Tehát ami egy szuszra úgy kijön, tehát nem véletlenül törnek meg pont ott a sorok, ahol megtörnek, hanem ez az élőbeszédszerű, ahogy ledarálja az ember ezeket a mondatokat, tehát hogy egy szuszra lehessen végigmondani, ha rövidebb a mondat, akkor az nagyon jó, hogyha hosszabb, akkor nyilván meg kell törni, de hogy egy szuszra, tehát nem ötletszerűen kanyarodik, vagy törik meg a sor, hanem úgy, ahogy próbálja görcsösen kibeszélni magából az ember ezeket az élményeket. Egyébként szerintem ez a feszültség, mármint hogy mondjuk a klasszikusabb formának és ennek a megtört, töredezett dolognak a feszültsége, szerintem benne van egyébként, mert hogy a Krumplis Gulyás című ilyen, nem tudom, drámai etűdben, ott ez szerintem kicsit ott van, ami ugye egy ilyen, hát egy jelenet tulajdonképpen, ugye, hogy egy munkás szálláson, ugye három munkás éppen a kutyakonzervből próbál valami ételt eszkábálni magának, és ugye közben a negyedik alak pedig ugye Shakespeare-t olvas, és ugye az ő szólama az csak a Shakespeare, tehát hogy ott szerintem nagyon ellenpontozva ott megvan. Lehet, hogy nem tudom, hogy nem ezt akartad, vagy, de hogy ebben érződik szerintem ez a dolog. Na, hogy nem ezt akartad ábrázolni, hogy miért nem forma, meg miért forma, arra gondolom. Ez így nem jutott eszembe, amikor íródott ez a kis jelenet, de nagyon jó. Köszönöm, hogy mondod. És akkor még két kérdésem van, mielőtt befejezzük, mert lassan jár az időnk. Hát az egyik, ugye sokat beszéltünk itt az élményanyagról, hogy ez honnan jön. Szerintem ez a költészet egyébként, ami a fekete munkában van, az ilyen érdekesen kettős, olyan értelemben, hogy alanyi egyrészt, nagyon alanyi, másrészt meg van egy ilyen dokumentarista törekvése is, tehát hogy tényleg valamit mondani erről az időszakról, ezekről az emberekről, a mának mondjuk, így patetikusan fogalmazva, és akkor ennél fogva, ugye ez ennél fogva pedig személyes is, nagyon személyes is, és nagyon társadalmi is, amiről szól. És az lenne a kérdésem, hogy ugye szerintem ez egy nagyon aktuális dolog még mindig. Ugye hiába ez a 90-es évek elejéről vagy közepéről szól, de azért ez a fekete munka, ugye olyan értelemben, hogy külföldre menni pénzért, akár idénymunkára, ez ilyen nagyon aktuális. Most csak egy zárójelben mondom, ilyen személyes dolog, hogy a feleségem ugye már szóba került, hogy néprajzos, és magyar Ózdon gyűjtött egy táncokat, nem érdekes, és akkor ott a fiataloknál az egy ilyen bevett dolog volt, egy pár éve még, mondom, hogy most is az, mert miért ne lenne, hogy
hónapokra kimennek Hollandiába, nem tudom, uborkát szedni. Tehát, és akkor utána visszajönnek, és akkor a keresményükkel ugye jól keresnek, de hát borzasztó körülmények között. Szóval, hogy ez a fajta aktualitása, meg ilyen társadalmi vetülete, ez szándékod volt, vagy benne volt a fejedben? Feltétlenül. Hát egyrészt ugye, ahogy a fűszövegben is mondom, én ezzel a történettel tartoztam a rokonságnak, meg az enyémnek, de hát nyilván az is ott motoszkált a fejemben, hogy annak ellenére, hogy ez már nagyon távoli világ, tehát bő 20 akárhány éves történet, ugyanaz van ma is, azzal a különbséggel, hogy aki például Németországba, vagy Svájcba, vagy Hollandiába megy dolgozni, az általában már bejelentett munkásként dolgozik, tehát nem feketén, azt a nyugatiak nem kockáztatják meg, hogy ezért megüssék a bokájukat, tehát bejelentik a melósokat, legfennebb ott spórolnak, hogy gyakorlatilag ébéré dolgoztatják ezeket az embereket, és tényleg Csíkszentdomokosról is, az egy hatalmas falu, 6000-es szinte, rengeteg fiatal dolgozik. A feleségem, ahogy végeztünk az egyetemmel, angolt és magyart tanított ott, aztán elkerült egy oktatási központhoz, de volt egy osztálya, ez 98-99 is ezek az évek, tehát egyetlen egyszer volt osztályfőnök, és a volt osztályából egy ember van otthon a Székelyföldön, a többi az mind külföldön, akár Magyarországon, akár távolabb. Próbál valamit csinálni, és próbál boldogulni. Úgyhogy én örülök, hogyha így látod, hogy ennek van társadalmi vetülete is. Tudatos volt, szándékos volt, de mondom, ez csak az egyik. Tehát én verseket író ember vagyok, nem szociográfus. Különben ez a téma Erdélyben már a 90-es években kutatási téma volt nagyon sok szociológusnál, és nagyon jó könyvek születtek belőle. Köszönöm szépen. Már csak egy kérdésem van. Mindenkit arra biztatok, hogy szerezze be Lövitei Lázár Lászlónak a Fekete Munka című kötetét, mert nagyon fontos és jó könyv. És hát az utolsó kérdésem az, ez a minden kori irodalmi estek utolsó kérdése, hogy ugye ez a könyv, ez tavaly jelent meg, ez azt jelenti, hogy már nyilván korábban lezárult ez az anyag, tehát hogy azóta mind dolgozol, és hogyha esetleg egy-két újabb szöveget mutatsz nekünk, azt megköszönöm. Jó, köszönöm a kérdésedet. Itt van egy másik, ez, ne jegyenek meg, ez nem könyv még, csak Zákeus fügefája, ez a munkacím. Csak én ilyen fajta vagyok, hogy amikor elkezdenek szaporodni a szövegek, akkor összekötöm, hogy már szinte könyvként lássam. És jobban látom, hogy ez abszolút nem való oda. Nem tudom miért nem, de biztos, hogy ki fogom tépni. És akkor persze nem véletlenszerűen van össze egymás után rakva ez a sok szöveg, de azt majd nem, be kell fejezni, és akkor majd kiderül. Vagy valahol abba kell hagyni, és rettenetesen meg kell szelektálni természetesen. Szóval, hogy én így jobban látom, ez a mániám. A fekete munka kapcsán is volt egy ilyen munka példány, vagy mi a fene, szépen összefirkálom, hogy ne felejtsek el dolgokat, úgyhogy lesz egy ilyen Zákeus fügefája című könyv. Ugye ez az Zákeus a Lukács evangéliumban szereplő, aki kíváncsi Jézusra, és fölmászik egy fügefára, hogy akkor lássa ő is, és akkor aznap este
Jézus épp hozzá kérezkedik be, és akkor én is föl akarok mászni egy fügefára, hogy hát ha egy-két dolgot tisztában látok majd. És egy kérlek, olvas valamit nekünk belőle. Egy verset olvasok fel, jó? Ennyi az idő? Még belefér. Jó. Csiriz. Azért is ezt olvasom fel, hogy egy kicsit példázzam, hogy ugyan az imént azt mondtam, hogy el van felejtve a fekete munka, de egyszerűen még nem bírok szabadulni attól a szájtartástól, attól a beszédtől, és kíváncsi vagyok, hogy tud-e működni más téma, más esetben is. Tehát ugyanúgy szabad vers ez is, mint a fekete munka darabjai. Amúgy van rímes, ritmusos, hexameter, mindenféle tiri tarkaság. Szóval Csiriz az enyémnek. Ez itt a reklámhelyem, mióta édesanyám nem süt kenyeret a kemencében, F. Gyöngyinél a lövétei asszonybosszantóban árulják a világ legfinomabb kenyerét. Nem tudom, hogy csinálja F. Gyöngyi, de tényleg világbajnok kenyeret süt. Ha feléjük járok, mindig veszek egyet, ma is vettem. Kérdi F. Pali, hogy Csíkban volt-e eső, mert tegnap Árvád falván elkapta őt egy istenes zuhé, el is ázott a lisztje az utánfutón. Sajnálkozásomnak adtam hangot, hazaérve lövétére édesapámnak is elmeséltem, hogy néhogy járt szegény F. Pali. Édesapám mosolygott, a víz nem ellensége a lisztnek, azt mondja, nem ázik el egészen a liszt, két újnyi csirízt húz maga köré, de belül épen marad. A régiek kútban tárolták a lisztet, azt mondja, ki hitte volna lisztet kútban? Nagyon tetszik nekem ez az egész, mert verset kértek tőlem családtémakörbe, de semmi nem jutott eszembe. Hazafelé vissza Csíkba végig ezen gondolkoztam, mert állítólag kezdenek kiütközni rajtam is a bogaras vénember jelei. Volt eszük a régieknek, ha két újnyi csirízt húz maga köré, nem kell az egész bogaras zsizsikes atkás molyos lisztet disznók elé önteni. Nem akarok bogaras vénember lenni, még nem. Nem akarok disznók elé kerülni, még nem. Jó lenne körülöttem is az a két újnyi csiríz, legalább belül maradjak épp. Maradjatok körülöttem még egy darabig, mondom majd az enyémnek. Eső van, víz van, kút van, vigyázzatok rám még egy darabig.